Mai napon azért vagyunk itt, mert a Vantage Towers az Elektromotívval együttműködésben bejelentette, hogy első körben 40 bázisállomásra, ezek jól megközelíthető bázisállomások, ahol el lehet időzni egy kicsit, akár egy bevásárlóközpont parkolójában lévő bázisállomásoknál, vagy autópálya mentén lévő bázisállomásainknál telepítünk elektromos töltőket, mint egy 60 darabot telepítünk első körbe. Ezek egy része 22-es, egy része 180-as töltő, azért, hogy a plug-in hibrid autókat is, illetve teljesen elektromos autókat is ki tudjuk szolgálni, illetve az elektromos buszokat is ki tudjuk szolgálni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szinte a megalakulásunk óta a bázisállomásainkat teljes mértékben zöld energiával működtetjük. Ezt vagy az áramszolgáltatótól vesszük, aki garantálja számunkra, hogy zöld energiát biztosít, vagy pedig bizonyos bázisállomásokon napelemek, napkollektorok, illetve litium akkumulátorok révén mi magunk termeljük meg az energiát. Az állomásaink tekintetében mindig egy ökoszisztémaként gondolunk az állomásokra, hiszen ha belegondolunk, itt az Etyekiere egy remek példa, ugye itt volt egy bázisállomás. A bázisállomás köré épült tulajdonképpen egy kilátó, ami szenzációsan jó, mert itt ezt a gyönyörű Etyeki régiót lehet, az egészet be lehet látni föntről, és most úgy éreztük, hogy rajtunk van a lépés, a következő fejlődési lépést megtenni, ami az, hogy elektromos töltőket telepítünk például ide erre az állomásra is. A kormány kiemelt célja, hogy 2050-ig eléri a klímasemlegességet, és mindezt olyan módon tegye, hogy a gazdaságfejlesztési szempontok se sérüljenek. Tehát egyszerre kell a gazdaságfejlesztésre koncentrálni, és egyszerre kell a fenntarthatóságra. Ez a program, amit a Vantage és az Elektromotív közösen valósít meg, ez mind a két szempontnak eleget tesz, hiszen bázisállomások épülnek szerte az országban. Maga a Vantage a toronyvállalati működésével is már egy klímasemlegességet szolgáló vállalkozás, és ezzel a két szempont, hogy a bázisállomás is zöld energiával működik, és az elektromos autókat is zöld energiával lehet tölteni, mindenképpen a kormány céljait szolgálja. Ez egy 22 kW-os AC töltő. A különlegessége az az, hogy egy óriási, itt látható érintőképernyős felülettel láttuk el, infochargernek hívjuk. Töltési funkción kívül ennek a képernyőnek több funkciója is van, érintőképernyővel, videós megjelenéssel. A másik funkció, amelyet tervezünk rajta megvalósítani, helyi információ, helyi rendezvényeket, interaktív térképet, amin lehet nagyítani, kicsinyíteni, a környező vállalkozások, vendéglátóhelyekről információkat legyűjteni. És a harmadik funkció pedig maga a töltő funkció, a töltés indítását és a töltés nyomonkövetését lehet végezni rajta. Mutatja az éppen aktuális töltési teljesítményt, de ki lehet iratni a eddig elfogyasztott áramot, vagy akár azt az összeget, amiben a töltés eddig került. Ez ugyanaz 22 kW-os töltő, AC töltő, ezek kevésbé gyorsak. Itt egyébként legtöbbször az autó töltési képessége, AC töltési képessége határozza meg a gyorsaságot. Egy átlagos elektromos autót olyan 6-7 óra alatt, egy plug-in hibrid autót 3,5-4 óra alatt lehet feltölteni. De telepítésre kerülnek 180 kW-os villámtöltők, azok DC egyenáramú töltők, azokon egy átlagos elektromos autó 20 perc alatt egy 200-300 km-es hatótávolra is feltölthető. Minden olyan töltésindítási módot tervezünk, amely a villanyautózásban elterjedt. Alkalmi használóknak a QR-kódos mobiltelefonos indítást javasoljuk. Aki gyakrabban használja a töltőinket, és nagyon reméljük, hogy sok ilyen felhasználó lesz, azoknak részben az applikációs töltés lesz a megoldás, illetve a legkényelmesebb talán a kártyás vagy tokenes kártyanyítás, ami egy sima érintéssel indítja a töltést. És ezek a töltők alkalmasak lesznek az úgynevezett plug and charge töltésre is. Sajnos még nagyon kevés autótípus tudja ezt a fajta töltést, de ez esetben semmi más dolgunk nincsen, össze kell dugni az autót a töltővel, és a töltés magától elindul, és az elszámolás is a háttérben megtörténik.